Hát le. Provokálod, ne provokáljátok. Ő provokált. Én megkapom a videómat, megkapom a Fidesz csicska. Ez a ti meccsetek, aminek a előzményeit nem ismerjük, jó? Fidesz csicska vagy. Egy annyiban csodálatos, hogy amikor már a pesti srácoknak is kínos Bede Zsolt. De nem erről van szó, arról van szó, hogy megértük Bede Zsoltot, hogy ne provokáljatok. Gyerek közelebb részesen nem lehet hallani. Nem, mert ott elmenetem. Na, hagyjátok ezt kérdebb arra, jó? Facebook típusú cenzúrába érkeztél ide, a hajad szála nem görbült, a puszta jelenlétemtől beszartál, és itt most azon jelen Saul Halinski módszerrel a hülyeségedet és áldozatnak tettetett magad. Csodálatos. Még egyszer kérjük, hogy mi ezt úgy ítéljük meg, hogy provokáció. De a provokáció, Kedves nézőink, Huth Gergely sem bír már Bede Zsolttal, tehát a forradalom saját gyermekeit nem fölfalja, hanem zabálja. Na, légy szíves, engedjétek Gulyás Mártól elmenni. Ez szerintem provokáció, ne csinálj. Hogy jössz ide, nem hogy ki megszabad a feltételeket, hogy mit szabad, mit nem szabad kérdezni. A Zuckerberget megszégyentő módon jött ide, apám. De nem rendőrt akartál hívni. Bejössz egy helyre, ahol van egy beszélgetés. Akkor sincs ilyen. Bejössz, és provokálsz a vendégeket. Nem kérlek, hogy ne csináld, és a utcán. Aki most ha kapcsolna ide, a Pesti srácok Polbeat műsorában voltam vendég, de láthatóan nem tudják már biztosítani a rendezvényt a műsor szerkesztői, mert Bede Zsolt és Mikus Márton két jó, közismert szélsőjobboldali figura idejött, és teljesen vállalhatatlan módon szétszette a műsort, és Huth Gergely többszöri kérése ellenére sem hagyják el a teret. Most már tényleg jó, miután provokáltatok oda? Lekeltem egy fél percre, amíg felveszem a ruhámat. Engem nem megyünk ki, mert ne oké, hogy alakítod itt a nemzeti volt, jó? Harald vagyok, megismert, ugye? Jó. De ez jó volt. Élveztük. Ezeket megkapjuk itt? Ez mind az önöké. Ah, minden itt marad, ezt az egyet elviszem. Na, ott tartottam, hogy Zuckerbergnek megszégyenítő módon jöttél. Elhagyjuk a teret. Kiteszed a Közben. Bede Zsolt követ. Kezembe 30 napra beütenek egy idiotizmus. Mit csinálok, ne arra, hogy... Semmi, nem, hozzágyújtom, hátra kérem a kezembe. Véleményt ütköztessünk. Szerettem volna egy sört még megírni, vagy legalább írni valamit így a végén. Rendőrséget hívtad, hogy megkérdeztelem a véleményedet? Bede Zsoltot, hogy kérjem meg, hogy itt semmelyik vendéget nem illik provokálni, akivel nem értesz egyet, az sem. Van már vélemény rendőrség, vagy melyiket akartad hívni most? Menjél már innen el. Elég volt. Elég volt ebből a produkát. A Marci vagy ki vagy te? Ő volt, aki ezt a műsort rögzítette, Susánszky Mátyás kollégám. Most tényleg ezt élvezitek, hogy bejöttek egy helyre próbálni. Azért ez győzelem. Bede Zsolt vállalhatatlaná válik a Pesti srácok közül. Te is menj ki, légy szíves. Az utcán megbeszélitek. Én akarok felbeszélni, és ne érj hozzá, miért ezt a hozzá? Jaj, úristen már, most ki vagy te? Semmit nem csináltam. Nem fogok semmit, aki szemitát sem. Nem vagyunk olyan viszonyban. Na jó, szevasz, vízvel is, jól bemutatkozom. Semmi baj. Hogyha kimegyünk az utcára, én tényleg garantálom, nem fognak bántani. Nem azért bántani. Ki. Semmi közön nincsen hozzá, nem akarok vele beszélni. Ezt én megértem. Mi az, hogy menjek ki? Miért kaptam a Busózsocó nevet? Tényleg ne csinálj, nem? Marci, jól vagyok Busózsocó. Hadd maradjon bennem, érted a csávó? Te legyél okossal, Ennek a műsornak én azért veszem, azért veszem föl, hogy legyen arról dokumentáció, hogy ez az ember bármit csinál. De tényleg ezt nem szeretjük, hogy most minek provokáljátok egymást? Én mivel provokálok? Nekem a létem a provokáció. Biztonságban ülnek. Tényleg, egyébként maradj itt, akkor inkább maradj itt. Várjátok akkor meg, amíg. Én azt hiszem, nekem erre az estére ebből elég volt. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Remélem legközelebb sikerül majd legalább a vendég méltóságát is megvédenetek, nem csak az álláspontotokat. De nem védtük meg. Bede Zsolt, Mikus Márton.
Még egyszer mondja, kit kell megerőszakolni? Majd a Rómeó G és Rómeó majd fölgyűjtő. Ez most nem is róla szól. Én gondolod azt, hogy egy katolikus templomba bemész, és te fogod neolipsi létedre majd elmondani, hogy imádkozzunk. Milyen alapon? Szerinted, ha elmennék vendégként a Dohány utcába hozzád egy neolipsi előadásra, akkor szerinted engem kitessékelnek azért, mert kultúráltan bemegyek és csöndben meghallgatok egy előadást? És Mikus Márton már is előjött az antiszemita kijelentéseivel, elküldött a Dohány utcába. Mi volt ebben antiszemita? Megismételd még egyszer, Dohány Lizki, Saul a Lizki, annál gyárlát vagy, elmondta véleményét, 30 nap a Facebookon, 30 nap. Egy profilom elszállt most, de az utcán nincsen Zuckerberg élen, most mi lesz, nincs Zuckerberg itt, nincs véleménytiltás. Basszus, ez tiszta hó volt a tényleg, hogy jöttek ezt ebbe, jó? Én melyik irányban ez? Hogy mentél? Megyek a 4-6-os felé. Megcsináltad a provokációt és elhéveztél? Marci, menjél a 4-6-os felé. Tudod mit? Elkísérlek, nem fognak bántani. Nem kell elkísérni, hát én el tudok menni magamtól. Jó, de szégyen magad, te hazáll. Ezt lehetne majd rendesebben is beszélni. Oda mész már el, hát elképesztően. Oda mész a Torockai Évhoz a március 15-én emlékezni. Bene Zsolt most meg már Torockai Lászlót védi. Gártvéder jelmezbe virágokat letaposolt, oda mész március 15-ének a emlékét megbocskolni. Minden lépésed, minden gondolat. Legjobb akarod. Nem egy sem. Minden gondolat. Ennek gondolat, hogy ennek semmi értelme. Hungarofób vagy, hallod? Hungarofób vagy. Ha én homofób vagyok, ott meg hungarofób vagy. Minden gondolatod egy magyar ellenes. Te vagy a legnagyobb rasszista, tudod? Egy rasszista vagy. Legyen eszel.